lesz kutyafuttató, egyből kettő. A döntést egyhangúan hozták meg az önkormányzati képviselők. Enyhítették a kőhegyi változtatási tilalmat, már csak a természetvédelmi területtel határos részeken nem kezdődhet építkezés. Vita a Gödörről, veszélyes vagy sem a félbemaradt Solaris építkezés helyszíne. És agrárgazdasági sikerek, egyéves a lakótelepi gazdapiac, illetve bekerült a Pest megyei értéktárba a budaörsi barack. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Lesz kutyafuttató, méghozzá nem egy, hanem kettő, és később lehet több is. Jó estét kívánok! Amióta életbe lépett a pórház rendelet, a kutyákat csak a kutyafuttatóban lehet elengedni, csak hogy kutyafuttató nincs, legalábbis a lakótelepen. Az, hogy kell, egyértelmű. Csak hogy amikor felmerült egy-egy helyszín, a környéken élők mindig azt mondták, hogy csak ne oda. Féltik a nyugalmukat, egyebek mellett az ugatástól, attól tartanak, hogy idézem, a szél beviszi az erkélyre a kutyaszőrt és az ürülékkel teli homokot. A kialakítása szánt 5 millió forintot ezért az önkormányzat az év elején céltartalékba tette, és abban bízott, hogy a felek megegyeznek. De nem sikerült, így most döntöttek, ráadásul egyhangú igen szavazattal. Vagyis minden politikai oldal megszavazta, hogy egyszerre két helyen is létesüljön kutyafuttató, az egyik az Ifjúság utcai parkban, a másik pedig a Nádas dűlő sétányon. Hosszas egyeztetések, kutyafuttató elleni és kutyafuttató melletti tiltakozások és petíciók sorát követően legutóbb egy lakossági fórumon mutatta be a város a lehetséges elképzeléseit kutyafuttató kérdésben. Az ott elhangzott vélemények összesítése után a testület elé két lehetséges helyszín került. Az egyik az Ifjúság utcában, a másik pedig a Nádas dűlő sétányon található. Nem mondom, hogy egy könnyű döntés, számtalanszor elhalasztottuk, ezért aztán mind a két irányból mindenféle kritikát kaptunk. Én azt szeretném, ha az mindenki számára világos lenne, hogy úgyis, mint kutyát szerető ember, és pontosan tudom, hogy ez egy korlátozás a kutya tulajdonosoknak is, hiszen ezeken a helyeken engedhetik csak el a kutyáikat, és ezek után már parkokban, meg bárhol máshol, ha póráz nélkül teszik ezt, annak szankciója van, és nem szabad, nem lehet, hogy a kutyások, hát hogy mondjam, tevékenysége, rossz szó ez, de nem tudok, hirtelen nem jut más eszembe, zavarja azokat, akik mondjuk egy parkban szeretnének nyugodtan ott lenni, kikapcsolódni, vagy közterületen, hát nem szeretnének megijedni, még akkor sem, hogyha az indokolatlan a szabadon engedett kutyáktól. Ugyanakkor természetesen sok kritika fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy ezek között azért sok olyan van, ami a jelenlegi helyzetben sokkal inkább indokolt, de én nagyon remélem, hogy a megvalósult és az minden körülményekre figyelemmel lévő megvalósult megoldás az rövid időn belül megnyugtató lesz mindenki számára. Amikor fölmerült, hogy hol legyen a kutyafuttató, én magam tettem egy ígéretet, és ezt tartani is szeretném magam, ami arról szólt, hogy én azt javasoltam volna, ha lett volna rá lehetőség, hogy munkahelyek, irodák környékén jobb lett volna a kutyafuttató, mivel ott pont a kutyafuttató időben nyilván már nem nagyon vannak, mert ugye az reggel és délutáni órák, mire az előterjesztés tartalmazt, hogy azok a területek már régessége nem budaörsi. Hát ezt nagyon szomorúan olvastam. Viszont én akkor azt mondtam, hogy játszott és iskola szűk környezetében nem. Nyilván, mivel egy napi rendi pontban van a hármasban, ugye a két helyszín, az Ifjúság utca és a Nádas dűlő napsugár, így nem gondolnám, hogy tudnánk róla szavazni külön, mivel az Ifjúság utat egy megfelelő helynek tartom, és erre mondtam, hogy mivel én tettem egy ilyen kijelentést a játszóterekkel kapcsolatban, ezt szeretném tartani magam. A Jobbikos képviselőasszony felszólalása végén kérte, hogy ha lehet, akkor a két helyszínről ne egyben, hanem külön-külön szavazzanak majd. Szeretném javasolni, hogy minden körzetben vizsgáljuk meg, hogy hova lehetne kutyafuttatót kialakítani, hogy ne teljen olyan hosszú időbe, és a lakosok is tudjanak róla, úgy építkezzenek, úgy keressünk helyeket, hogyha még tudunk találni. Hogy minden körzetben szerintem egy idő után szükség lesz rá, meg szerintem nagyon hasznosak ezek a futtatók. Sajnos Kamara erdő viszont kimaradt a kutyafuttató idei építéséből. Nagyon remélem, hogy ha esetleg valami pénzmaradvány akadna, akkor mégis valahogy sor tudnánk rá keríteni, mert viszonylag egyetértés van a kutyafuttató helyszínével kapcsolatban. Nagyon jó lenne, hogy ha erről a két területről, ha szavazni fogunk, és felteszi a polgármester úr szavazásra, mert tudom, hogy a forrás ennek megvan,
egyszerre kezdődne el az építése. Miután Császárné Koller tíme a Jobbikos képviselő visszavonta korábbi kérését, amelyben azt kérte, hogy külön-külön szavazzanak a két helyszínről, a település polgármestere egyben tette fel döntésre az előterjesztést. A javaslatot 14 egyhangú szavazattal támogatta a grémium, így a költségvetésben elkülönített 5 millió forintból egyszerre indulhat majd el a futtató kialakítása mind a két kijelölt helyszínen. Kap anyagi támogatást a törökugratói polgárőrség is az önkormányzattól, de nem közvetlenül. Ennek a magyarázata az, hogy a testület azt szeretné, hogy csak egy polgárőrség működjön, de mivel a városban lévő két szervezetnek nem sikerült megállapodnia a fúzióról, most a régebbi, a Bilisics Péter vezette Budaörsi Polgárőr kiemelten közhasznú egyesület kap további 2 millió forintot, vagyis 2 millió forinttal többet, de úgy módosították a támogatási szerződésüket, hogy ezt továbbadhassák a másik, a törökugratói szervezetnek. A Jobbikos képviselő Császárné Kollár Tíme kifogásolta ezt, kérdezvén, mi a biztosíték arra, hogy továbbadja, és jogilag ez hogyan lehetséges. A döntést azonban végül egyhangúan hozták meg a 2 millió forintról. Ugyanígy döntöttek arról, hogy enyhítenek a kőhegyi változtatási tilalmon, már csak a természetvédelmi területtel határos részeken nem lehet új építkezésbe kezdeni. Májusi rendesülésén módosította a budaörsi képviselőtestület a kőhegyi változtatási tilalomról szóló rendeletét. Ez lényegében egy kisebb enyhítést jelenthet az ott élők számára. A testület ezt egyhangulag támogatta. Igazából azon a részen tartjuk csak föl, ami kifejezetten a természetvédelmi terület mentén van, és ott nincsenek jelenleg olyan építésre irányuló szándékok, amik miatt ez problémát generálhatna. Terítékre került a Pest megyei kormányhivatal újabb törvényességi észrevétele is, melyet ismételten a Frankhegyi Merengő utca és környékére vonatkozó településrendezési tervvel és helyi építési szabályzattal kapcsolatban tettek. Holnap lesz egy éve, amikor pontosan május 21-i ülés volt, amikor ígéretet kaptam arra, ehhez kötöttem ehhez az ígérethez egy bizonyos szavazatomat, hogy haladjon tovább és tudjon Budaörs előrelépni ebbe az ügyben, hogy lesz egy jó, mindenki számára elfogadható hész, és végre valami a Frankhegyen megváltozik. Én csak ennyit szeretnék mondani, egy nap hiány egy év eltert, és ismét egy törvényességi észrevétellel van dolgunk. Amikor megalkotta a képviselőtestület ezt a rendeletet, elküldtük a kormányhivatalnak, a kormányhivatal megvizsgálta a rendeletet, és ez alapján visszavonta, sőt a kúria felé is jelezte, és visszavonta a kúria felé is a törvényességi észrevételt. Tehát ez alapján azt gondoltuk, hogy végre elkezdődhet az érdemi munka, és azt szeretném akkor az érdemi munkával kapcsolatban röviden csak megemlíteni, hogy a szabályozási terv készítésekor rohamléptekkel elkezdődött, nagyon jól áll a szabályozási terv, csak sajnos ugyanabban a témában, amiben egyszer a kormányhivatal már elfogadta a megalkotott rendeletet, ugyanabban a témában megint kaptunk egy törvényességi észrevételt. Mint azt a főépítész hangsúlyozta, nem igazán érti a hivatalt, hogy ugyanabban a kérdésben, amelyben már egyszer elfogadta a város rendeletét, most miért kezd újra törvényességi vizsgálatot. Sajnos hiába kérte, indoklást egyelőre nem kapott. A testület végül 10 igen és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a Pest megyei kormányhivatal törvényességi észrevételét. 15 igennel támogatta viszont a budaörsi Polgárőr kiemelten közhasznú egyesület működési támogatásának 2 millió forintos megemelését. Itt van a támogatási szerződést, amit kötöttek velük, én magam is kértem az ő támogatásukat is, de rajtuk kívül ugye a törökugrató régió Polgárőr egység támogatását is. Szóban abban állapodtunk többször meg, hogy a budaörsi Polgárőr kiemelten közhasznú egyesület fogja majd a támogatást kapni, és ebből a munka elvégzett részéért, vagy a területi leosztás miatt, ebben most nem menjünk bele, nagyon sokat beszéltünk róla, nyilván a törökugrató régió Polgárőr egységet is tudják támogatni. A gondom nekem az, hogy a támogatási szerződésben nem lett nevesítve, tehát jogilag én még mindig nem látom, hogy ha szeretné is támogatni a Budaörsi Polgárőr Egyesület a törökugrató régiót, ez hogyan teheti a jogszabályokban nem ütközően meg. Engem úgy tájékoztattak, csak erre közben rá is kérdeztem, hogy ez módosult-e a szerződésben, hogy ugye egy adott szervezet támogatásánál egy másik szervezet neve nem fog szerepelni, viszont kikerült az ő támogatásából az, hogy harmadik félnek nem adhat, és az a megállapodás született, hogy
kölcsönösen egyeztetve az elvégzett munkát, és nyilván ezt a, én nem tudom máshogy mondani, mert ezt folyamatosan elmond a Bilisics-féle egyesület, csak azért, mert nagyon hosszú a neve, koordinálásával kell tenni. A testület az előterjesztést végül 15 igennel támogatta. Napirend előtt ismét a Gödör-ügy, azaz a Solaris félbe maradt építkezése volt terítéken. A Fidesz a kormányhivatal álláspontját idézte, miszerint a Gödör hosszú távon problémát jelenthet. A főépítész viszont arról beszélt, hogy 4 talajtechnikai vizsgálatot is végeztetett az önkormányzat, ami kimutatta, hogy a Gödör nincs hatással a környező utakra, sem pedig az épületekre. Nem csak erről volt azonban szó, hanem például az óratárcsás parkolási rendszer tapasztalatairól is. Már körvonalazódik, hogy hamarosan bővíthetik azt a területet, ahol csak korlátozott ideig állhatnak majd meg a nem ott lakók autóikkal. Napirend előtt elsőként Bakó Krisztina BFS képviselő kért szót a belváros közlekedésével kapcsolatban. A május 1-e óta élő parkolási rendelet tapasztalataival kapcsolatban tudunk-e már leszűrni valamit tekintettel arra, hogy június hónapban ki fog bővülni a parkolási rendelettel érintett utcaszakaszok száma. Még nem telt el egy hónap a parkolási rendbevezetését követően. Mi folyamatosan ellenőrzik a környező utcákat, illetve a délelőtti időszakban a parkolási övezeten belül a parkolási szokásokat. Még büntetésre nem került sor egyetlen esetben sem, figyelmeztetésekben viszont, vagy figyelmeztetésekre már igen. Úgy érzem, hogy kezdik megszokni a város lakói ezt a parkolási rendet, ami feltűnik egyértelműen, hogy napközben van parkolóhely a Szabadságút szerviz útján. Tehát lehet találni, tehát azt a célt, amit szerettünk volna elérni, azt gondolom, hogy elértük. Azon a területen, ahol bevezettük, ott kétségtelenül, és én is a pozitívval kezdem, de azért vannak, hát hogy mondjam, ebből adódóan feladataink a jövőre nézve. Valóban kaptunk olyan észrevételt, hogy végre tudok parkolni a templom téren, köszönöm. Ilyen is volt, de azért sok olyan is volt, hogy figyeljünk oda, mert nagyon sok mellékutca lett ezáltal sokkal terheltebb, és ugye a budapesti út problematikájáról már beszéltünk, azt a következő ülésen kezeljük is. Én azt kértem a hivataltól ezzel együtt, hogy az elkövetkezendő napokban is mind a mellékutcákban, mind a főutcán készítsünk olyan, tehát hogy rögzítsük a tényeket, ahol sikerült parkolóhelyet ezáltal, hát hogy is mondjam, biztosítani, illetve ahol többletterhelés jelent meg, hogy minél több és precízebb információnk legyen arra nézve, hogy merre kell még a korrekcióval követni a dolgot, de az kétségtelen, hogy egy olyan problémára, amit kezelni óhajtottunk, úgy tűnik, hogy megoldást fog tudni ez jelenteni. A tapasztalatok figyelembevételével úgy tűnik, már júliustól bővülhet az órás parkolási zóna a belvárosban, amely már a budapesti utat és egyes mellékutcákat is érintheti. Ritter Gergely BFS képviselő a Petőfi Sándor utcai vízelvezetési problémák miatt kért szót napirend előtt. Szombaton este kaptam egy telefont a Petőfi Sándor utcából, ahonnan az egyik ott lakó hölgy jelezte, hogy ismételten csőtörés volt az utcában, és mint elmondta, tavaly április óta ez már gyakorlatilag a 10. volt ezen a szakaszon, és ami nehezítette a dolgot, hogy állítólag a vízművek arra hivatkozott, hogy a vezetéknek a javítása az nem a vízművek feladata, hanem az önkormányzat feladata. Ritter Gergely azt is szóvá tette, hogy az elmúlt 10 csőtörés miatt az utca burkolata is jelentősen megrongálódott. Nagyjából annyira az önkormányzat feladata, mint a város felett elrepülő repülők vezetése. A vízműveknek 2 csapata van. Van egy azonnali intézkedést tevő csapat, aki nem csinál semmit, csak kimegy és elzárja a csapot, amikor valahol csőtörés van, hogy további károkat megakadályozzon, és ők adták ezt az információt, de természetesen következő órákban már a vízművek javító csoportja kint volt, és még aznap éjfélig a hibát elhárította, tehát Budaörs város területén a víz nyomóhálózatát, a fővárosi vízművek üzemelteti és az ő kötelezettsége mindezen hibáknak a kijavítása, és ezt meg is teszik egyébként. Szokolovszki Márk egy egészen más problémát jelzett a testületnek. A kérdésem a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés irányuló kötelező szolgáltatás ellátására vonatkozik. Lakossági bejelentésre azt az információt kaptam, hogy alvállalkozónak lett kiadva ez a szolgáltatás.
amelyben szerződésben az áll, hogy 72 órán belül a bejelentéstől számított 72 órán belül a szennyvizet el kell szállítani. A bejelentésben viszont az szerepel, hogy ez nem történt meg, hogy tudunk-e erről valamit, illetve tudunk-e tenni valamit annak az érdekében, hogy ez a jövőben gördülékenyebb legyen. A BTG helyszínen lévő munkatársai jelezték, hogy odafigyelnek a problémára. Bíró Gyula BF és alpolgármester újra a ledes fejlesztés műszaki problémáit hozta a grémium elé. A nádasdűlő sétány mögött az új lámpák nem égnek, de lehet itt is van egy brigád, amelyik elzárja, a másik meg, aki majd esetleg megjavítja. No, mindent félretéve a viccet, egyébként sok panasz érkezik rá. Én pontosan tudom, hogy most folyik az átadás, csak azt szeretném, ezt ügyosztályvezető úr elmondaná. Nem vettük még át a rendszert, még mérések folynak. Lőrinc Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője a felszólalás után jelezte, hogy csak tökéletes műszaki állapotban veszik át a kiépített rendszert. Gáspár Béla fideszes képviselő újra a Hárspa utcai gödör problémájával jött elő, amely komoly politikai vitát generált. Hétfőn kaptam egy furcsa hívást, a telefonáló figyelmeztetett arra, hogy a gödör ügyében ne szóljon fel. Ezt nyomási gyakorlásnak tekintem, és visszautasítom. Azért lettem képviselő, hogy a város lakosainak az érdekét képviseljem. Erre tettem én esküt. Ezt fogom tenni még akkor is, ha kivívom a haragját azoknak, akik a gödör ügyében, gödör ügyét évek óta szőnyeg alatt akarják söpörni. Ezt követően egy friss tanulmány alapján újra a gödörről beszélt. Fordulhatás az ügyben, hiszen a szakhatóság kimondta, hogy a gödör hosszú távon veszélyezteti a környező házak, épületek állapotát. Nem várunk többet. Nem tekinthetünk úgy, mintha minden rendjén lenne. Éppen ezért lakosságinfo-fórumot szeretnénk összehozni, fogunk rendezni, és újfent tisztelettel meghívom a képviselőtestületet, a polgármester urat, hogy hallgassák meg közvetlenül a lakosok panaszait, és vizsgáljuk meg együtt, mit tehetünk a gödör ügyében. A gödör ügyében sikerült eljutni a Gödör a völgyben című fejezethez. Képviselő úr valamire utalt, én hívtam föl képviselő urat, semmivel nem fenyegettem meg, hogyha jól emlékszik, de cáfoljon meg, ha nem így volt. Azt mondtam, hogy én kedvelem annyira képviselő urat, hogy nem javaslom, hogy azt az anyagot, ami olyan szakmaiatlan és annyi hibát tartalmaz, képviselő úr vállalja fel az ülésen, tőlem bárki megteheti, de nem szeretnék képviselő úrral olyan vitába keveredni, ami megalázó lesz. Most képviselő úr ezek szerint a telefonbeszélgetésünket itt, hát hogy mondjam, erre utalt, én meg vagyok annyira tisztességes, hogy vállaljam azt, amit elmondtam, de akkor most konfrontálódni fogunk, amit én szerettem volna elkerülni. Először is megkérem jegyző urat, hogy mondja el, hogy egy ilyen ügyben lehet-e lakossági fórumot tartani. Ilyen értelemben lakossági fórum nem lesz lehetőség. Nyilván a képviselő úr önmagába tarthat összejövetelt ebbe a kérdésbe. Az említett tanulmánnyal kapcsolatban Mártonfi István főépítész a következőket mondta. Ez a szakértés, az Pest megyei kormányhivatal részéről történt. Igazából véve nem is szakértés, hanem egy helyszíni szemlének a jegyzőkönyvéről van szó. Ez a helyszíni szemle 2015. április 28-án készült. A bányafelügyeleti mérnök és egy fő geológus volt kint a területen, mint hogy leírják ebbe a jegyzőkönyvbe, ők nem tudtak bejutni a területre, tehát csak kerítésen kívülről tettek megállapításokat, kerítésen kívülről figyelték meg a területet. A tanulmány megállapításairól a főépítész a következőket emelte ki. A bányafelügyelet adattári nyilvántartás alapján a terület nem felszín mozgásveszélyes, nem tekinthető földtani veszélyforrás területnek. A gödör teljes környezetét vizsgálva az útburkolaton egyértelmű felszínmozgásra utaló repedés nyoma nem látható, a Budafokai utcai lakóépületeken az utca frontról nézve repedések nem fedezhetőek fel. Továbbá megállapítja azt is, hogy a területet látszárú növényzettel benőtte az idő, és hogy a rézsükön is megvannak ezek a növényzetek. Ugye ő ezt nem fejti ki tovább, de az a lényege, hogyha a rézsűn már ezek a növények megvannak, akkor nagyon kicsi esély van arra, hogy ez a rézsű ez
tovább leszakadjon. Márton István hangsúlyozta, hogy rövid távon semmiféle veszélyforrást nem jelent a gödör, hosszú távon pedig, ha a folyamatos szivattyúzást fenntartják, a partfal is épségben marad, a házakat egyébként semmilyen veszély nem fenyegeti. Egy éves a lakótelepi gazdapiac, és felvették az őshonos budaörsi őszi barack fajtákat a Pest megyei értéktárba. Ezek lesznek a következő bő negyed óra témái. Itt van Kisberg Balázs, a Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság elnöke. Azért dadogtam ennyire, mert hogy önnek több titulusa is van. A Budakeszi Járási Agrárbizottság elnöke szintén, és a Zsámbéki Medence és Térsége Gazdakör elnöke szintén, és az Őszi Barack Budakörnyéki Szövetkezet elnöke szintén. Elnöke. Ennyi elnökség. És Rosszik György, aki elnökségi tag a Budaörsi Agrárgazdasági Bizottságban. Akkor kezdjük önnel. Nagyon sok ez az elnöki titulus. Én amikor a gyerekem hazajön, és azt mondom, hogy hát fiam, nem lehet mindenből ötösnek lenni. Így is mondom, hogy nem lehet mindenhol jól elnökségi feladatokat ellátni, nem? Én azt gondolom, hogy lehet. Nem kizárók, ha az ember két területen van. Nagyon egyszerű egyébként. Mindegyik terület, ahol jelenleg dolgozok, egyébként társadalmi állásban, azt ezután szeretném hangsúlyozni, hogy nem ők álláshalmozó, sokakkal ellentétben. Tehát még egy polgári foglalkozása is van emellett? Természetesen van. Hát ugye társasházakkal foglalkozok a lakótelepen, közös képviselő vagyok, édesapámmal közösen, hát ő most már lassan 25 éve csinálja, én néhány éve. Tehát egy a lényeg, hogy ezek a mezőgazdasági funkciók, ha lehet így mondani, mindegyik egy területre koncentrálnak. Tehát attól, hogy ezek más-más elnevezésűek, lényegében ugyanazt csinálom, csak adott esetben más titulussal. Hát ilyen a bürokrácia, mit csináljunk? Hát ugye a Budakeszi Járás Agrárgazdasági Bizottsága is ugye besegít a földtörvény kapcsán ugye a különböző eladások engedélyezésében. Véleményezzük a Pest megyei Agrárkamara felé, ugyanezt tesszük itt Budaörsön is. Sok ilyen történik? Sok értékesítés van? Nagyon sok van, persze, és ugye a korábbi zárt kerti fogalom, mint olyan megszűnt, ugye ezek átalakultak mezőgazdasági besorolásá, mégis belterületen vannak legtöbbször, és ezeknek az eladása kapcsán hozzánk kerül a szerződés már akkor, amikor a földhivatali bejegyzés tartott, hogy na akkor kilőnénk a régi tulajdonost, és akkor betennénk az újat, na ekkor van az Agrárgazdasági Bizottság. Nagyon fontos szerepe. Volt már egyébként, hogy ellene szavaztunk, hiszen a földtörvény passzusával nem egyezett. Ez mit jelent, hogy miért kellett ellene szavazni? Tehát mi történt olyan, aminek nem kellett volna? Hát például külföldi állampolgár szeretett volna venni, hát ugye ezt a földtörvény kifejezetten tiltja, megvannak a különböző szankciók, tehát az, hogy minden, hogy két ugyanolyan ügy nincsen, mi minden egyes ügyet külön megvizsgálunk, ugye jelenleg az Agrárbizottság három tagja, Rosszik úr, Cengő János és jó magam össze szoktunk ülni. Egyébként nagyon jó a téma, mert most is van egy földeladás. Megnézzük, érték, hol helyezkedik el egyáltalán ki a vevő, ki az eladó, milyen tervei vannak, tehát nincs esetleg fölhalmozódási szándékkal, befektetési szándékkal, hanem tényleg művelni akar, vagy mi a terve, és ez alapján kialakítjuk az álláspontunkat. Ön tehát akkor a gazdánk vezetője olyan módon, hogy egyébként nem főállású gazda? Hát mondhatjuk, hogy főállású vagyok, hiszen nekem is van őstermelő igazolványom, én is gazdálkodok, nekem is van kertem, őszi barack, néhány szárnyas állat, tehát klasszikusan én is gazda vagyok. Ön pedig akkor elnökségi tag, és egyébként főállású gazdálkodó? Én nyugdíjas vagyok, de két, illetve három minőségemben is tagja vagyok a bizottságnak. Egyrészt van egy kereskedelemmel foglalkozó KFT-nk, ahol én tulajdonos vagyok, illetve édesapámtól örökölt földön gazdálkodom őstermelőként a családommal együtt. És összességében nagyjából egy éve, bő egy éve, másfél éve voltak itt először, amikor megalakult a Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság. Mi változott azóta? Tehát ha röviden meg kellene fogalmazni, akkor van fejlődés mezőgazdaság területén? Én azt gondolom, hogy van. Tehát azokkal a programokkal, amiket mi megfogalmaztunk, elindítottuk a stratégiai partnereinkkel, legyen az a Vöröskereszt, legyen az a Budaörsi Nagycsaládosok, ugye számos esetben osztottunk állatot, nyulat, csirkét, akármit, osztottunk palántát, fákat, nagyon sok minden. Ezeket az embereket be tudtuk kapcsolni a mezőgazdasági életbe. Számos visszajelzés van, hogy ők kiváltották az őstermelő igazolványt, és elkezdtek gazdálkodni. Állatot tenyészteni, zöldséget termelni, amit későbbiek folyamán tudnak a piacra hozni, valamint a gazdák számára létrehoztunk egy stabil értékesítési lehetőséget, igaz heti egy nappal, szombatonként a lakótelepen, ezt szeretnénk bővíteni, nyitvatartási időt illetően a lakótelepen, valamint egy másik helyszínen az óvárosban. Tehát azt gondolom, hogy igenis történt valami, valamint a legfontosabb, hogy a városvezetés fejében próbáljuk tisztázni a dolgokat, hogy ezek a gazdák, ezek húsvér emberek, tehát nem balkongazdákról van szó, hanem mindenki a kis kertjén gazdálkodik,
200-400 szögön is elő lehet állítani nagyon finom dolgokat, én ezt minden szombaton megtapasztalom. És vissza is ellenőrzik ezeknek az akcióknak az eredményét, tehát amikor palántát osztanak, amikor állatot osztottak, akkor ellenőrzik, hogy mi lesz ezekkel az állatokkal, ezekkel a növényekkel? Igen, szoros kapcsolatot ápolunk ugye a Vöröskereszttel is, akik ezt a visszajelzést megteszik, de nekem személyes kapcsolatom is van, például a nyulak kapcsán tartástechnológiát. És volt már olyan, hogy azt kellett mondani, hogy akkor tessék visszaadni az állatokat, vagy mi a szankció? Nem volt, és nem a szankcióra törekszünk. Nagyon fontos az, hogy szétválasszuk a non-profit tevékenységet a profit tevékenységtől. Tehát amikor itt funkcióhalmozásról beszélünk, akkor egyszerűen erről van szó, hogy a társadalmi vállalásokat kiegészítjük a valódi gazdasági tevékenységgel, hiszen ez a környék egy nagyon jó piac lehetőség a gazdák számára, mi itt szeretnénk eladni, itt szeretnénk boldogulni, illetve piacot ott lehet csinálni, ahol vannak a vevők, tehát egy zsákfaluban nagyon nehéz piacot csinálni. Tehát amikor ilyen nyulak visszahelyezéséről beszélünk, annak nem sok értelme van. Valójában népszerűsítjük ezt a tevékenységet. Mennyi a vásárló a lakótelepigazda piacon egy-egy napon átlagosan? Ilyen viszony számot tudnék mondani, ilyen 400 és 600 fő között. Mi eleinte ezt mértük, most már azt kell, hogy mondjam, hogy csak a gazdákat kérdezik, akik ott árusítanak. Miután folyamatosan növekszik az árbevétel és növekszik a vásárlószám, azt gondolom, hogy ennyi minimum megvan. Korábban arról lehetett hallani, hogy árulnak itt olyan gazdák is, akik gazdák, de nem Budaörs környéki gazdák. Természetesen. Hát van ilyen, aki ugye a törvénynek megfelelően 40 km sugarú körön belül, vagy pedig Pest megyéből bárhonnan ide eljön és árulja a portékáját. Hát most gondoljon bele, főszerkesztő úr, például valaki ide jön Ceglédről, Pest megye, de a 40 kilométerben nincs benne. Tehát azért itt a szabályok ismerete az nagyon fontos ez ügyben. 40 kilométert akkor ilyen vonalzóval mérik? Tehát 40 kilométer sugarú kör? Természetesen. Ugye az adott piactól 40 kilométer sugarú körön belül jöhetnek a gazdák egyszer, valamint adott település, amelyik megyéhez tartozik, az adott megyéből pedig bárhonnan. Ezért van jelentősége. Például van egy gazdánk, aki gyúrói, nem Pest megye, Fejér megye, de a 40 kilométerbe benne elfér. Van. Ja, én szeretnék ezen a körzön egy kicsit tágítani. Azt gondolom, hogy Budaörsnek szüksége lenne egy állandó piacra, mert lehet itt méricskélni, hogy Cegléd vagy Abony, mert Abony biztos, hogy nem fér bele, pedig nagyon jó termesztő vidék az abonyi környék, ugye Délalföld vagy Középalföld. Fontos lenne, hogy egy állandó piacunk legyen, hiszen küzdünk, hogy legyen az óvárosban is. Ennek nem sok értelme van, egy állandó piacon megjelenhetnének országos termelők is, bővülne a kínálat, és valójában itt a piac. Tehát ennek a szemléletnek a megváltozása lenne fontos. Tehát egy piacot nagyon nehéz úgy szemlélni, hogy ez egy gazdaságos tevékenység. Egy városi piac az nem biztos, hogy profitorientált kell, hogy legyen, de egy adott területet minden város, minden magára adó város szokott biztosítani a piacnak, meg talán egy fedélt is a fedélt. És állandó piac? Állandó is. Piac, tehát ami hosszú távú célunk, egy állandó piac. És ezt hol lehetne? Mert hogy gondolkodom, nagyvásárcsarnok, lehelcsarnok, ezek nyilván folyamatosan azért működő nem piacok. Azért nem vásárcsarnokban kell itt gondolkodni. Tehát itt akkor egy ilyen van azért a környéken más. Néhány tucat eladó portékái közül lehetne majd válogatni? Természetesen lehet fedett csarnokban is gondolkozni egy korszerű városközpontba, de azért Budaörsön talán ez egy nagy ugrás lenne. Itt elegendő lenne egy fél hektárnyi terület, amelynek egy része fedett és parkoló van mellette. Feladtuk a leckét a városvezetésnek. Igen, én is gondolkodom, hogy ezt hol lehetne megcsinálni. És mi a helyzet az óvárosi piaccal? Ugye ha tavalyi választási kampány előtt volt ez nagyon terítéken, akkor már úgy nézett ki, hogy szinte indul is. Aztán azóta hát lassan egy év eltelt és semmi előrelépés. Hát ugye előrelépés van csak a színfalak mögött, tehát én a lakosságtól számos visszajelzést kapok a szombati piacon, vagy a várost járva kertve megszólítanak, hogy mikor indul már a piac, tehát mi nagyon komolyan foglalkozunk ezzel, mi Bíró Gyula alpolgármester úrral többször tárgyaltunk, átadtuk a terveinket, átadtuk a kompromisszumos megoldást, negatív visszajelzést nem kaptunk, hát a városházánál pattog a labda, én nagyon várom azt, hogy pontot tegyenek a dolog végére, ha hónapra úgy döntenek, hogy indíthatjuk a piacot, mi megszerveztünk mindent, ez is benne van az anyagunkban, én azt gondolom, hogy nekik kellene lépni, hát a gazdapiac a létjogosultságát bebizonyította a városban. Nem ugyanaz a napon szeretnénk, hanem a hét másik napján kiegészítő tevékenység, de ráültetve a szombatival, tehát én azt gondolom, hogy egyik piac hozná a másikat, tehát amit kollégám előbb mondott, hogy egy állandó piac, én azt gondolom, hogy ezek létjogosultá tesznek egy állandó piacot is. De amíg ez nincsen, hát addig legyen az óvárosban is.
Azt mondta, hogy kompromisszumos megoldás. Ugye korábban az volt a két alapvetés, hogy önök a posta udvarát szerették volna erre a célra, amire azt mondta a város vezetése, hogy azt ők más célra szeretnék hasznosítani, ott nem lehet. Viszont ők javasolták a régi egyes iskola előtti, tehát a templom teret, amire pedig önök azt mondták, hogy az nem jó. Mi akkor a kompromisszum, egy harmadik helyszín? Természetesen egy harmadik helyszín, én a helyszínt nem szeretném megnevezni, mert ugye ez volt az egyesség, de hát nyilván, ha A és B nem jó, akkor gondolom én a kettő között kell keresni egyet félúton, és ezzel lényegében el is mondtam a megoldást. Tehát azt gondolom, hogy egy jó helyszín sikerült találni, hát lépjen az önkormányzat és engedélyezze az ottani piacnyitást. És ott például autóval meg lehet akkor állni valahol, hiszen az nagyon fontos, hogy az ember bevásárol, akkor a szatyrokat ne kelljen nagyon persze messzire cipelni. Ebben teljesen igaza van főszerkesztő úrnak, mi úgy alakítottuk ki a piacnak a helyszínét, a gazdákat úgy helyeztük el, ez is az anyagunk része volt, tehát úgy terveztük meg a dolgot, hogy mind a gazdák gépkocsijai, mind pedig a vásárlók gépkocsijai el tudnak férni, sőt a közlekedés sem akadályozott. És ami korábban a piacok kapcsán felmerült, hogy kellenek asztalok, székek, mellékhelyiség, piacfelügyelőség, ez nem probléma, ezeket mind meg lehet oldani, ez csak szándék kérdése? Én azt gondolom, hogy meg lehet. Hát ugye nézzük ugyanazt, hogy működik. Nézzük a tényeket, hogy működik a lakótelepi. Hát a gazdák hoznak minden technikai feltételt, nem is kérnek egyébként tőlünk semmit, hiszen mindenkinek megvan a saját idegen szóval implantációja, tehát a saját asztal, a saját berendezés, a saját sátra, amivel ő azt gondolja, hogy ő tud a legeredményesebb lenni. És a piac biztosít minden mást, ugye vizet, mobilillemhelyiséget, valamint piacfelügyelőt. A gazdák minden mást megoldanak, és tökéletesen működik. Akik helybeli gazdák, ugye nem győzem hangsúlyozni, nekik ingyenesen biztosítjuk a helyszínt, szép számmal jönnek is, ők viszont a saját kis asztalaikon árusítanak, tehát ők ki se tudnák használni adott esetben egy nagy asztalt, egy 9 négyzetméteres sörsátrat, tehát egy jó megoldást tudtunk találni, ugyanezzel egy hasonlóval mennénk az óvárosi helyszínre. És lát arra a realitást, hogy ez rövid időn belül megoldódik, mert nyilván jó lenne mondjuk ez nyáron indulna el, és nem ősszel vagy télen, mert azért akkor csak kevesebb dolgot lehet árulni. Hát mi ugye azt kell mondjam, hogy bizakodóak vagyunk, de nem győzném hangsúlyozni, hogy nem rajtunk áll a dolog, ez szándék kérdése. Szándék. Hát a koncepciót biztosítottuk, mi úgy gondoljuk, hogy tudjuk ezt támogatni, állunk elébe bármilyen megoldásnak. Meglátjuk. Másik témánk. Felvették az őshonos budaörsi őszi barack fajtákat a Pest megyei értéktárba. No, az micsoda? Hát ugye egy 12-13 fajta őszi barackról van szó, amik ugye a budaörsi baracknak, mint gyűjtőfogalomnak a hírnevet megteremtették, ugye számos legenda kering a budaörsi barack nagyságáról, hűtőháza, vasútállomásnál és egyebek. De akkor bocsánat, ez azt jelenti, hogy van ismérve a budaörsi őszi baracknak, azt lehet mondani, hogy így néz ki, ilyen az íze, és ettől budaörsi az az őszi barack? Hát ugye budaörsi attól lesz, hogy budaörsön termet, szeretném mondani. Ugye olyan, hogy kvázi budaörsi barack, ugye ez a tanulmányunkban is szerepel, mint ilyen nem létezik, vagy jelenleg most keressük erre vonatkozó bizonyítékokat. Mi azokat a fajtákat gyűjtöttük össze a kertbarátokkal közösen, amelyek több száz éven keresztül itt voltak, és budaörsi barackként lettek értékesítve. Ugye maga a termőtájnak van itt a nagyon jelentősége, hiszen itt olyan a klíma, olyan az éghajlat, olyan a termőtáj, meszes, stb., hogy egy teljesen elkülönül, teljesen más ízvilágú, aromavilágú barackot tudnak itt előállítani. Ugyanezt a fajtát levinnék az Alföldre, az is nagyon finom lenne, de másabb lenne. Tehát itt maga ez a budaörsi klíma teszi a budaörsi barackot valóban budaörsi baracká, és hát bízunk benne, hogy ezzel értéket teremtettünk budaörsnek, ugyanis maga a budavidéki fajta, ugye régen másképp volt a budavidék, beletartozott ugye Török-Bálint, Budakeszi, 22. kerület egy része, de ennek az egésznek a centruma ugye Budaörsön volt, ez én azt gondolom, hogy egy jelentős elismerést hoztunk Budaörsnek, a budaörsi barack hírneve irányába egy újabb jelentős lépést tettünk. Most már az kellene, hogy ezek a fajták egy koncentrált helyen visszatelepítésre tudjanak kerülni, és elindulhasson a termelés kicsiben. Hát meglátjuk, mikor lesz óvárosi piac, és meglátjuk, hogy mi lesz a barackkal. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Ha péntek, akkor egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, vagyis Bétót László műsora következik, Kóbor János lesz a mai vendég. De még előtte azért pár programot ajánlok a figyelmükbe. Bízunk benne, hogy jó idő lesz, és nem vizes, hanem száraz homokban zajlik majd a hétvégén a sportcsarnok melletti területen a strandkézilabda EBT döntője.
Európa legjobb 10 női és 10 férfi csapata méri össze tudását a kontinentális versenysorozat fináliában, itt Budaörsön. Mi 3 mérkőzést közvetítünk majd, de technikai lehetőségeink miatt csak felvételről, a jövő héten láthatják majd kedden, szerdán, illetve csütörtökön. Aztán kultúra. Egy blues rock banda, a Wire Strains koncertezik az ifjúsági klubban szombaton 19 órakor. A buliba a belépés ingyenes. És Agatha Christie egérfogóját is megnézhetik a Latinovic Színházban vasárnap 19 órai kezdettel. Elérhetőségeinket látják a képernyőn, mondom is, telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a mai témáinkkal kapcsolatban is. Ha a héten lemaradtak valamelyik műsorunkról, honlapunkon a bvtv.hu oldalon az archívumban megtalálják, vagy megnézhetik a hétvégi ismétléseket is. Ezek szombaton és vasárnap is 8-kor és 17 órakor kezdődnek a hétfői adással, aztán sorban az egész hét következik. Én Városi Magazinnal legközelebb hétfőn várom Önöket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!